Azon gondolkodom, hogy ez az étel egyszerűbb, vagy két egymás mellé húzott grafitvonal. Döntsétek el ti. Káposztás szekedlit fogunk készíteni, kevés alapanyag, kevés hozzávaló. Nagyon egyszerű étel, de annál jobb. Mutatom is. A savanyú káposztát apróra összevágtuk, zsírpapíros tepsire ki fogjuk szórni, és 130 fokos sütőbe, körülbelül egy ilyen 50-60 percig szárítjuk, sütjük. Pár csepp olaj, csak hogy ne ragadjon rá a zsírpapírra a káposzton, és már rakjuk is a sütőbe. 10 percenként azért forgassuk át. A friss káposztát nagy ugrászülőn lereszeltük, aztán utána egy 2-3%-os sóval körülbelül a súlyának megfelelő mennyiséggel lesúztuk. 20-30 percig állni hagyjuk, majd utána kinyomkodjuk, és innen folytatjuk a folyamatot, kacsazsíron nagyon erősen le fogjuk pirítani. És most jöhetnek a fűszerek, mozsárba összetörjük a szegfűborsot, illetve a zöldborsot és őrölt borsot fogunk rászorni. És jöhet hozzá a friss csomból is. Amikor már félig megpirítottuk a káposztát, akkor utána hozzáadjuk a sütővel szárított savanyú káposztát is, és azzal együtt fejezzük be magát a pirítást. Megtörtént a fúzió, a kétféle káposztát tovább pirítottam. Nagyjából illat alapján, szín alapján már jónak tűnik, úgyhogy főzhetjük is a tésztát. Saját házi tésztát használunk, kis manufaktúra is tésztát, laska tészta. Gyúrtuk, hogyha gondoljátok, akkor van rá egy nagyon jó kis séftippünk. Enyhén sós vízbe ki fogunk főzni. 7 percig főztük nagyjából a tésztát, és most át is szedjük rögtön a pirított káposztába, és őt is jól lepirítjük. A csombot még kihalászom, a káposztát még a tésztával megpirítom, és már tálalok is. És hogyha esetleg még a tészta fölvenne egy pici vizet, akkor a főződéből érdemes hozzátenni. Jó étvágyat! Ha tetszett a recept, nyugodtan dobj egy lájkot, ha pedig kérdésed van, tedd fel bátran kommentbe. További receptekért kövesd a Lidl YouTube csatornáját, ahol még több tartalommal várlak.